Szeretett testvéreim, vettem a lapot, nem jó az embernek egyedül, szívesen beszélnék az indító igéről is, de én most azt kaptam, hogy közteherviselés. Hallottatok egy extra történetet az Ószövetségből, úgy tűnne, hogy itt most két dolog is összevegyül, az egyik a nép lázongása, meg az Úr mond ilyet nekik, hogy összehányjátok magatokat, meg majd mi lesz, meg hogy annyi húst kaptok, mire Mózes kiakadt, hogy Uram, hát azért járjunk a földön, hát tenger összes hala nem elég ennek a gyülevész tömegnek, 600 ezer embernek, hogy adnál te húst, mire az Úr elmagyarázza Mózesnek, már nem először, hogy rövid az Úr keze. Hát ez az Istennél semmi sem lehetetlen. Hát Mózes, most te mondod nekem a dolgokat, vagy én mondom neked a dolgokat. És miközben zajlik ez a, elhitte Mózes, azért meg lehetett győzni, az olyan jó, hogy Mózes okoskodott nem egyszer az Úrral, már indulni se akart, ha jól visszaemlékeztek, minden kifogást, amit lehetett, bedobott. Az utolsó volt, hogy nem tudok beszélni, hát hogy hozzam ki a népet? De akkor majdnem azt mondta neki Isten, hogy Mózes, elment az eszed. Hát azt hiszed, ha te lennél Cicero, akkor a fáraó majd meghajlik, és azt mondja, hogy erre a beszédre vidd a népet kifelé. Hát ne beszélj már ilyen bolondságokat. Téged választottalak? Ki is derül menet közben, hogy nem Áront kellett választani, aki azt az aranyborjúval betette a kaput, meg kis fenyegetés, egy kis közeledés, és aztán, tehát Mózest választotta az Úr, és hát közben nekünk ez csak egy ilyen mellékes esemény, mert a mi gondolkozásunk középpontjában az áll, hogy eközben Isten Mózesnek megkönnyítette a munkáját, szétosztotta a benne lévő lelket 70 megfelelő embernek, ilyen magunk fajtáknak, akik megfelelnek, mert azért az a csapat sem abból állt, hogy csupa angyal volt ott, hanem hát ember volt. És olyan jó, hogy Isten emberekkel dolgozik. Olvasom ám az ígét is, hát csak a bevezető. De megegyeztünk, kaptam a lapot, és szeretném tartani. Úgyhogy együtt egyezzük meg, hogy mostantól számoljuk. Ez csak bevezető volt. 20 van jelenleg. Ha 50-ig nem hagyom abba, akkor lőjetek le. Jó. Ezzel még az 5 percet is beszámítottam, mert 25-től 35-ig kaptam a lehetőséget. Tehát eközben ott tartottunk, hogy a kaféba valaki engem is meghívott. Én is készültem. Na de a zenészek, no de a vetítő, no de hívogatás, a többi, ez is, az is, amaz is. Ahhoz, hogy működni tudjunk, kiderül, hogy Isten úgy osztotta be, hogy egyikünknek se adott mindent, de mindenkinek adott valamit, aki az övé. És ennek együtt kell lüktetnie. Vannak benne akadályok, meg-megtörik rajtunk, de ez az elképzelése. A Krisztus test az újjászületettek működésének az az elképzelése, hogy ott mindenki valamit úgy kap, hogy azzal a többit egészíti ki. Tehát itt az Ószövetségben ez még darabosabban ment, azért látjuk, hogy már megosztották a feladatokat, aztán ugye Jetró, mikor jött az apósa Mózesnek elmagyarázta, hogy ide figyelj Mózes, hát ez őrület, hogy mindenkit te intézed az ügyét, hát estig várakoznak, hát te is elfáradsz, a nép is kimerül, hát oszd be, így, úgy, amúgy, és ott is elkezdték csinálni. De ez, amit az új szövetségbe, hallgassátok csak,
hogy Péter első levele, negyedik részébe, ki milyen lelki ajándékot kapott. Nem az, hogy némelyek kaptak. Ki miért kapott? Ez a kérdés itt is, hogyha aki a Krisztusé már, aki nem, az legyen minél hamarabb az övé. És akkor már is kap. Már is kap. Ki milyen lelki ajándékot kapott? Úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Amen. Miről beszél itt Péter apostol? Magától értetődőnek veszi, hogy összedolgozunk, hogy Isten országában nem az van, hogy valaki viszi a terheket, a többi meg tapsol neki, vagy megállapítja, hogy hát azért csinálhatná ez a Veszter jobban is ezt az egészet. Ez közben a hátán van ez is, az is, amaz is mindent szervezni, hanem mindnyájan a magunkéval benne vagyunk ennek az országnak a mozgásában. Én nem azért megyek oda, ahova megyek, mert hát most azt tetszik. Hanem eljött az a pont. Én 70 éves koromban gondoltam nyugdíjba menni. Az pedig jövő március 31-én lesz. Hát én még 2 év már eltett a nyugdíjból, és már nem vagyok a fasor lelkésze. Hát hogy lehet az? Hát úgy, hogy a főnök jelzett. Mert az Úr jelez. És ha te komolyan veszed az ő jelzéseit, mindenki jól jár. Mindenki. Legfőképpen te. És ennyi magamhoz való eszem, nekem is van. Meg a körülötted élők is jól járnak. Ez olyan nagyszerű, hogy ő ezt úgy szervezi, úgy mozgatja, hogy egyszer csak érteni kezdjük. És hát egymásra vagyunk utalva, mert senki se kapott mindent. És olyan jó, amikor egymást segítjük abban, hogy kijöjjön a másikból, amit neki adott az Isten. És itt van például az unokám, 13 éves. Most kint vannak Amerikában, Pacifikában, San Francisco mellett. Ő 6 éves korától mindig hordtuk a foci edzésre, a Vasas Akadémián pallérozódott. Itt lassan kikopott a nagyobb csapatból, átkerült a pasaréti részlegbe. Szélre állították, nagyon jó csatár, nagyon jó góllövő, stb., de bruszt tolni nem. Tehát ő egy vékony srác, ki inkább így ugrál, mint hogy oda menjen, és leszerelje a másikat. Ha megkapja a labdát, nagyszerűen látja a pályán, adja, stb. Kikerült Pacifikába. Nyilván a magyar foci előbbre jár, mint az átlag amerikai, még ha válogatottjuk, már utol is ért bennünket, de egy jó szemű edző a második mérkőzésen, vagy az elsőn, támadó középpályásnak állította ezt a srácot. Nyerő. Ott van, ő kapja a labdákat, osztja szét úgy, hogy mi csak halljuk, hogy 5-1, 4-1, stb. Minden meccset megnyertek. Azóta egy osztálya följebb sorolják őket. Nem mondom, hogy csak azért, mert a Ruben kiment, de nyerő ember lett, mert oda tették. A szélen, ha kapott labdát, kapott, azt megjátszotta. Na de itt megkapta a labdákat, ha onnan jön, ha minden jön, ütköző ponton van, és már mennek is a játékosok tovább. Na most így gondolt el az Úr a mi dolgainkat, és ezért volt az a fasorba közteherviselés. Ott volt nekem egy lelkész társam, Somogyi Péter, aki most az utódom. Illetve már 5 évvel azelőtt, hogy nyugdíjba mentem, átvette az elnök lelkészséget, csak csinálja. De jó jártam én is.
Volt, aki azt mondta, jaj, milyen ember, hogy átadja majdnem 20 éve fiatalabbnak. Barátaim, lelkésztársak, hülye vagy. Hát egyszerűen átadni a vezetést. Ez meg olyan boldogan 43 évesen. Hát akkor az ember fölfalja a világot. És olyan jó dolgom volt, hogy egy dologba sem mondta, hogy hát azért Tamás, legalább ezt a területet, óvodát, vagy iskolát, vagy pénzügyeket, vagy adminisztrációt, vagy presbiteriumot, vagy csendesét szervezéseket, vagy nem tudom én mit, vegyél át, mert nem bírom, bírt mindent, bírt. Csinálja. Na, mikor még én voltam hosszú távon a felnök lelkész, és hát 20 éve fiatal, tehát ő azért jóval tapasztalatlanabb volt ilyen tekintetben, észrevettem, hogy a keresztelő előkészítéseken olyan pofátlanul meg tudja kérdezni a családokat, hogy miért hozták ide a gyereket. Én ilyet nem tudtam kérdezni, akkor ezt folytatni kell, ugye? Ez olyan, mintha provokálnék. De olyan jámbor, ártatlan arccal. És akkor ezek beszéltek, stb. Kiderült, hogy többen azok közül tértek meg később, tehát ide ragadtak, akikkel ő foglalkozott a keresztelő előkészítése. Hoppá! Hát akkor amit csak lehet, oda nyomni neki. Keresztelő előkészítése. Ott vannak, két ötgyermekes család is. Ez vágában nem lett volna öt gyerek, meg minden, hát volt kettő, másodiknak a keresztelésére jöttek, és aztán megtértek, és pedig nem mondtuk, hogy kötelező, meg ilyen nincs kitéve, de egyszerűen, na mindegy, ott volt a nyugdíjas idős lelkész, aki ott lakott a területünkön, és evittem magammal egy csendes hétre, mert láttam, hogy neki még új élete a Krisztusban nincs. És képzeljétek, megtért, lelkész, 62-63 éves, és olyan vigasztalást tudott adni, a rázós eseteket, ha olyan gyászba volt valaki, mind rábíztuk, és többek bekapcsolódtak a gyülekezetbe is. Olyan módon kiderült, hogy ennek kegyelmi ajándéka van hozzá. Szóval ott két beosztott lelkész. Az egyiknek, ha azt mondtam, hogy most két temetés van az új közbe, maradj kint egy fél óra múlva, jön a másik, hát gond felhőzött az arca. Úgy érezte, hogy hát egyszerűen rászakad az ég egyik temetést a másik után, hát ez így nem megy. De ott volt a másik, a unor barátunk, arra ötöt is rábízhattam. Ez kicserélte a fejlécet, ott volt a többi, némit alakította, mondani valón, már vigasztalta is, meg hirdette az evangéliumot. De a másik meg, ha görögről volt szó, ha az eredetiről, ha a teológiai izékről, hát mint egy kis mini tanár. Na, így kell nekünk megérteni, hogy az Isten országában közteherviselés van. És ez nem csak azért, hogy hát ha már én hívő lettem, akkor böcsületből is csinálnom kell valamit. Nem. Ahhoz, hogy én fejlődjek a hitben, négy dolog kell. Mi ez a négy? Mondjátok. Nem az Eszter. Egy. Mi kell ahhoz, hogy fejlődjünk a lelki életbe? Imádság. Igen, az a kettő. De jó. Egy. Ige olvasás. Ige. Imádság, közösség, hát ki vagytok ti művelve már, szolgálat. Hát gondoljatok el egy 9 éves gyereket, akit soha semmi feladattal nem bíztak meg. Hát egy nagy bébi, ne haragudjatok, mert már sámlit vinni kell 3 évesen, vagy legalább valamit, aztán buta az az anyuka, aki nem engedi mosogatni a 6-7 éves gyereki, az lehet, hogy a herendit az éne, de hogy ne kezdj el tanulni. Hát persze, hogy gyorsabban elmosogat az anyuka, de ha megtanulja az a gyerek, aztán mondhatom tovább is, de értitek, hogy az egésznek hol van a kulcsa? Be is kell fejeznem, mert lejárt minden. Tehát
Uram, tiéd a szívem, akarom, amit te akarsz, oszd be te, hogy kapus vagyok, támadó középpályás, védő, volt elég szövétnek abban a házban. Ki tudja, melyik történetből való ez? Nem. Valaki kiesett az ablakból. Azon a predikáció, mert úgy megnyújtotta Pál. Troászba, mikor ott jött át Európába az evangélium, a forrásvidéken járunk. Troászba predikált, és ott van a Bibliába, az apostolok cselekedetei 16-ba. Volt elég szövétnek. Mi az a szövétnek? Hát a lámpás, az égő gyertyabél, ami az olajba. Volt elég ahhoz, hogy Pál predikálni tudjon. Még úgy is, hogy kiesik valaki az ablakon. Ahhoz is kellett valamennyi fény. Valakiknek az volt a dolga. Azok arról gondoskodtak. És a te részed Isten országa építésében. És ne gondoljunk valami óriási dologra. Először egy szalmaszálat teszel odébb, aztán Isten rendezi a dolgokat. És hogy mennyire bevon bennünket. Egy példát hadd mondjak még, és utána az, hogy ne légy féltékeny a másikra. Itt is az van, ugye, ahol volt. A Bözsi nénit. Hát ha Fóton volt valaki, aki kiállhatatlanabb néni volt, ez a Bözsi néni. Borzasztó, infámis néni körülnézett, és nyomta a szöveget, főleg a papnéről, de más izékbe is. Összeveszett, akivel csak lehetett, rettenetes volt a Bözsi néni. Képzeljétek el, a Bözsi néni megtért, hát olyan áldott nénit kaptunk benne, hogy az nem közönség. Hát én ebből látom, hogy mekkora az Isten. Azért vagyok ilyen harcias, mert több száz ember életében én átéltem ezt, hát a fasorba, Fóton, két gyülekezet ébredését, és látom, hogy mit tud kihozni hosszabb távon emberekből. És tudjátok, a fótiak munkamániások, az olyan volt, mint a munkaalkoholizmus. Ott reggeltől esik, stb. Megyek a Bözsi nénihez. Túl a 70-en, már 80 felé jár. Tele az üvegháza, kis palántákkal, amiket aztán kiültet, stb. Irány a piac. De Bözsi néni, hát lassítani kellene már. Tudjátok, mit mondott nekem? Azt mondja, tiszteletes úr, sok kell ám még a parókiára, meg a gyülekezeti házépítésre. Hát mondom, ez nem igaz. Van képe, bedob, mert akkor építettük az új parókiát, meg a gyülekezet. Hát képes a disznóságát, mert ugye, hogy nem tudja abba hagyni, képes egy ilyen mondattal még megfejelni, mondom, Bözsi néni, ez, hát ez szépen hangzott. De tudjátok, hogy megszégyenített az Isten? Amikor a Bözsi néni a piac szezonba 2-3 hetenként, 86-ban, amikor talán ha 10 000 forint volt a fizetés, az már jó volt, befordult 2-3 hetenként a piacról, 50 000 forintot névtelenül leperkált, 2 hét múlva újra, 2 hét múlva újra, még most is bocsátott kérek az Istentől, hogy mit fölényeskedtem én, hogy Bözsi néni, hát ez szövegnek is jó. Az adakozás kegyelmi ajándékát kapta. Nem mondta, hogy te azért nem adsz egy fillért se az Isten dolgáért, mert te nem kaptad az adakozás kegyelmi ajándékát. Az mindegyikünknek normál módon meg kell, hogy legyen. De azért ezt, amit a Bözsi néni végbe vitt, már ne haragudjatok. Hát azt mondtam, Istenem, ilyen nincs, ilyen csak a mesébe van. Hát te ezt megcsinálod. A Bözsi néni nem tudta odébb rakni a gerendát, azt mi raktuk a Gombai Jánossal, mert azt én is lefoglaltam. Igaz, hogy amikor a földszint,
magasságába elkezdtük rakni a gerendákat, néztem, hogy nem szédülök le. De amikor már a harmadik szintnél jártunk, vagy a második szint tetejénél, olyan vagányul, égszíjjal, mert ugye fölrakja a markoló, aztán szét kell osztani pontosan, be a kefnik, szóval nagy munkament. Na ezt csak arra mondom, hogy valami különös élményem, amikor működik az Isten ország. Higgyétek meg, a fasorban jelenleg 300 ember az, akinek rendszeres szolgálata van. Lehet, hogy már több is, mert én 2 év óta pontosan nem tudom. Lehet, hogy csak annyi, hogy havonta egyszer őrzi a gyerekeket, a gyermek megőrzőbe. De az egy nagyon fontos poszt. A másiknak másik, harmadiknak harmadik, és ne légy féltékeny, ő beépít téged a csapatba, te azt figyeld, hogy Uram, mit bízol én rá. És ha látod, mit bízott ő rá, segítsd. Mert ebben a csapatban egymást segítjük, nem egymás elől nyerjük el a díjat. Az óriási, a mennyei csapatba. Egymás örömének örülünk. Nem egymásra féltékenykedünk. És itt ugye, hogy állítsátok le őket, azok illegálisan. Hogy ne. Az Úr a lelkéből adott, és csinálják. És működik a Krisztus test. Én így látom a közteherviselést, hogy ott elkezdte, ott ilyen darabos volt még a dolog. Szóval még nem lehetett kiárasztani a Szent Lelket az egész. Képzeljétek, mi lett volna, ezt a népet elárasztja az Isten Szent Lelk. De vitte tovább az Úr, és eljött az az idő, amikor kitöltetett a Szent Lélek. És azóta, aki a Krisztus test tagja lesz, Jézusé, aki ezt az uralmat elfogadja, azt ő beépíti a csapatába. És olyan jó látni, hogy erősödnek a tagok. És ezzel végleg befejezem, amikor készültem az igehirdetésre egyik nyári vasárnap, a fasorba veszem a palástot, kint az ablak alatt két fiatal házaspár beszélget. Ti is, hogy vidáman, boldogan valamiről beszéltek. Nem füleltem, de hallottam. Kiderült, hogy beadták a gyermekmegőrzővel a gyereket, és arról beszéltek, hogy a tizedüket, ami nem törvény az Újszövetségben, tehát nincs ilyen, hogy a tizedet oda kell adni az Úrnak, stb. Inkább jelzésszerű, hogy akinek olyan bizalma van az Úr iránt, hogy mindenem a tied, Uram. Te akkor szorzod meg 3-mal, meg akkor osztod el 5-tel az én pénzemet, amikor akarod. Egy tolvonás. És kiderült, hogy egyik 8 éve hívő pár, a másik 6 éve, és addigra jutottak el oda, hogy a jövedelmük tizedét az Úr céljaira fordítják. És ezek az egymás közt beszélgetve valahogy nem tudom, hogy derült ki, és örültek ennek. És na, így épül, hogy nem mindjárt terem a fa. Azt elültetik, és nem kell egymást bántanunk, hanem szépen erősíteni, és a csapat munka megy tovább. Úgy legyen, amen.